És ismét főzés percek. Szia, Zoli! Hello, hello! Én most nem tudom, hogy mit fogunk készíteni, úgyhogy kíváncsian várom, de ha jól látom, talán valamilyen paradicsomos. Mert hogy nem árultam el neked. Igen. Na, hát ugye azt elárulhatjuk a nézőknek, hogy egy darabig azért nem voltam, mert ugye Olaszországban voltam tanulmányúton, és én onnan hoztam egy nagyon érdekes tészta receptet. Mondjuk a feltét az annyira nem érdekes, mert egy bolonyait fogunk majd elkészíteni hagymával, darált hússal, bazsalikom, oregánó, paradicsompüré, tehát ez egy ilyen standard történet. Viszont a tészta az egy nagyon érdekes. Az a neve is, akkor most egy kicsit puskázok. Strozzapretti. Oh. Ami azt jelenti, hogy ilyen papfolytogató. Ez egy a 17. század környékén, amikor ugye ilyen pápai államok voltak, akkor illetve a pápai államhoz tartoztak ezek a területek, akkor onnan eredetezhető vissza ugye ez a történet. Igazából két történet is van, az egyik az, amikor azt mondja, hogy a földekért, amiért fizettek az emberek, az asszonyok, hogy még tudjanak egy kis pluszt adni, ezért a papoknak főztek különféle ételeket, és azt a pap folytogató tésztát is elkészítették, és a férjek pedig azt kívánták, hogy fulladjonak meg benne a papok. Aztán van egy másik történeti, de ezt majd az újságban el fogják olvasni a nézők, hisz majd ugye ott is majd lehet olvasni. Mielőtt meg belekezdenénk, azért egy kicsit mesélj erről a tanulmányi útról, milyen volt, hogy érezted? Nagyon jó volt, nagyon sok mindent láttunk, tapasztaltunk, egészen másképpen működnek a dolgok, mint például nálunk, akár a vendéglátás területén, akár az élet más területén is, és tényleg nagyon sok mindent lehetett tanulni, tehát egy-egy olyan gondolatot, fonalat, ha elkaptál, akkor tényleg sok mindent láthattál, és próbálom majd ugye ezeket a hétköznapi életbe is, vagy a mindennapi életünkbe, vagy éppen az oktatás területén is hasznosítani. Ami még különlegesség, ez a liszt. Uh-huh. Fogd meg ezt a lisztet egy kicsit. Érzed, hogy egy kicsit uh-huh. ilyen púderes, ez a nulla-nullás liszt. Nálunk pizzalisztnek is hívják. Kimondottan ebből készítenek nagyon-nagyon sok tésztát, mert ugye ez nem ragad, nem tapad, nagyon jól lehet vele dolgozni. Ez egy nagyon finom, púderszerű liszt, nulla-nullás, vagy pizzalisztként is lehet kapni. Na kezdjünk hozzá, jó? Mert kezdjünk egy kicsit neki. Majd a folyamat lesz hosszabb. A tészta nagyon egyszerű, liszt, egy pici só, és langyos vizet fogunk majd beletenni. Én most lusta vagyok, és nem kézzel, hanem géppel fogom dagasztani majd a tésztát. Amikor megdagadt, akkor pedig egy kicsit pihentetjük. Rendben, akkor kezdjünk is neki. Két fajtán van, tehát van ez a pizza liszt nulla-nullás, meg van, amit külföldön veszek, és az itt pedig ez a nulla-nullás. Illetve van nekik egy olyan nevezet, hogy doppó nulla-nullás, az pedig ilyen kicsit durum liszttel van keverve. Pizza alá szokták, de például a durum lisztet is pizza alá beszórja. Tehát ezzel elkészíteni magát a tésztát, de hogy ne ragadjon össze, például ezzel a durum liszttel szórja meg. Ez a liszt, ez tényleg kimondottan ilyen tésztákhoz. Sokkal levegősebb lesz, sokkal lágyabb lesz, sokkal jobb lesz a tészta. A gyúrtésztánál meg egyértelmű, hogy ugye ott meg az a lényeg, hogy ne ragadjon.
És ebben nincs tojás. Tehát ez csak a só, víz és liszt. Ez Emilia-Romagna tartomány, Toszkánában, Észak-Olaszország, ahol ezt a tésztát készítik. Ugye minden tartománynak megvan a külön tésztája. Tehát ugye itt is például csináltak egy olyat, mint a ravioli, csak ilyen kis sapkára hajtották össze, és nem főzték, hanem olajban sütötték. Ez is egy érdekes maga az eljárás. Tehát ugye szinte a tészta készítés ugyanaz, de mindig minden tartományban más-más a forma, az alak, a töltés éppen. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes. Hogy magadba szívtad ott a gasztronómiát. Igen. Nagyon sok. Hát ugye ő nekik azért ez a tengergyümölcsei, azért ez egy nagyon, nagyon érdekes, ugye, hogy mennyit fogyasztanak, mennyit esznek. A halakból jártunk halpiacon, ez is egy nagyon érdekes volt, hogy tényleg ritka, ugye amikor halpiacot látunk, ugye itthon is például, sőt, ma már lehet, hogy nem is nagyon látunk. Hát igen. Ezt egy kicsit most mindjárt kiveszem, és akkor annyit fogunk rajta csinálni, hogy egy kicsit még itt az asztalon összegyúrom, és kialakítunk egy ilyen kis kerek formát, és ugye lehet látni, hogy nem ragad, nem tapad, tehát maga a tészta abszolút jól kezelhető. De úgy látom, azért jó összeállt, mintha egy kicsit nehezebb lenne. Igen, ez egy kicsit keményebb tészta, tehát például ahol voltunk is, Cezanátikóban egy szakiskolába, ott például ugyanígy megcsinálták, és akkor körbeadták, hogy nézd meg, hogy na, ilyennek kell lenni, és az is ilyen kicsit keményes maga a tészta, tehát nem egy sima egyszerű, ezért is érdemes inkább nyújtógéppel majd ezt kinyújtani. És hogyha ez is megvan. Az a lényeg, hogy egy kicsit próbáljuk meg ilyen gömbölyű alakra kialakítani, ezt pedig ugye úgy tudjuk, de hát ezt aki gyúri tésztát szokott készíteni, az tudja, hogy az egyik kezünkkel csak éppen sodorjuk, és akkor a másikkal pedig a tenyerünket bele mélyezzük, és akkor próbáljuk ezt a kerek alakot kihozni belőle. Jó, ezt most egy 10-15 percig pihentetjük, és akkor utána majd fogjuk nyújtani, addig elkészítjük a ragút. Nálam például kicsirázott a hagyma, és ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy összedarabolom, lesütöm, és akkor beteszem a zacskókba, fogyasztóba, valamennyit tartok a hűtőben is, és ez mindig kéznél van, így van. Amikor a hagyma úgy félig megvan, mi szoktunk hozzátenni egy kis reszelt sárgarépát. Egyrészt az íze miatt is, másrészt dúsít is egy pici, kétharmadrészt meg legalább zöldséget esznek a gyerekek is. Nagyon híres a cezénai só. Valamikor a pápák sójának is hívták, mert hogy a pápához tartozott ugye az a terület, és onnan szerezte be a sót, és a mai napig is különben onnan vásárolják meg a sót. Ezt most elkeverhetjük. Aha. Nem teszek hozzá zsíradékot, mert hogy van benne ugye, amin a hagymát pirítottam. Ennek már most jó illata van. Ilyenkor ugye már bele szoktam rakni a fűszereket. Ez egy fűszerkeverék, oregano, bazsalikom. És mindig az alapot kell, ugye ezt nem győzöm hangoztatni, hogy mindig az alapot kell jó beízesíteni, befűszerezni.
tésztát különben nem csak ezzel a ragúval, bármilyen ragúval lehet enni, illetve pesztóval is szokták készíteni. Szóval, gyönyörűen kifehéredett a húsunk, mindenhol jól átsütöttük, és akkor jöhet bele az isteni paradicsompüré. Szuper! Ilyenkor leveszem egy ilyen 5-ös, 6-os, és akkor fedőt rá, aztán ez hagy rotyogjon. Mi megcsináljuk a tésztát. Ketté vettük a tésztát, egy kicsit lelapítottuk, és a gép segítségével, ugye ezen 6 fokozat van, és a legvastagabb, tehát lehet látni, hogy ugye a legnagyobb hengerjük, vagy nem tudom, hogy ezt hogy hívják, és akkor ugye ezt lehet mindig csökkenteni, attól függ, milyen vékony tésztát szeretnénk kapni. Tehát beletesszük, és egyszer áthengereljük. Aztán változtatunk egyet, nem a 6-oson, hanem az 5-ösön csináljuk. És meddig megyünk le? Hát meglátjuk, egy olyan 3 mm vastagságúnak kell lenni. Sodrunk egyet a két tenyerünkkel, kapunk egy ilyet, és itt eltépjük. Sodrunk, tépjük. Nézted az időt, mikor tetted be a tésztát? Néztem, igen, néztem. Néztem, mikor? Anyu, néztem. Látod, még most kezd forni? Na, most kell nézni az órát. Készen van a tésztánk. És akkor most kitálalunk egy adagot, és akkor erre pedig jöhet a ragú. Szuper. Egy kis szaftot, igen. Jó. És akkor ezt így összekeverjük. És készen is van ez a finom bolonya is, strozzapretti. Magnifik. Egy kis reszelt sajtot, parmezánt, ki mit szeretne. A receptet pedig a Gyöngyösi újságban megtalálják. Így van. Jó étvágyat hozzá. Jó étvágyat.